Jó estét kívánok! Ez a Híradó november 23-án. Nézzük a legfontosabbakat. Koronavírus járvány. Újra bevezették az idősek vásárlási sávját. Ez idáig összesen 20 lakónak és 4 dolgozónak lett pozitív a tesztje a NESZI-ben. Most pedig lássuk a részleteket. Megkezdődött a célzott tesztelés az oktatási intézményekben. Az operatív törzs mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a tesztelő csoportok a bölcsödékben, óvodákban és iskolákban mintegy 191 ezer fő tesztelését fogják elvégezni péntekig. 71 iskolában van rendkívüli szünet, 431 helyszínen pedig tantermen kívüli digitális munkarend zajlik. Ismertette az országos adatokat Maruzsa Zoltán, az EMI köznevelési államtitkára. Az eddig fertőzöttek mindössze 4%-a 12 éven aluli. A mostani tesztelés átfogó értékelése jövő hétre várható. Az eddigi iskolai és óvodai fertőzések tapasztalata az, hogy az esetek 51%-ában egy tanuló fertőződik meg, az esetek 95%-a esetén pedig 1-5 fő között marad a fertőzöttek száma. Hogyha a pedagógusokat vizsgáljuk, akkor a körükben az esetek 63%-ában egyetlen kollégát azonosítunk, az esetek 97%-ában pedig körükben is 1-5 fő fertőződik meg. Ezek az eddigi tapasztalatok. Hazánkban 3334 fővel emelkedett a regisztrált pozitív személyek száma, valamint elhunyt 91, többségében idős, krónikus beteg. Müller Cecília hangsúlyozta, a mintavételi eljárás nem kellemes, de szükséges ahhoz, hogy reális eredményeket kapjunk. Az antigén alapú tesztelés, ez gyakorlatilag egy mintavétellel zajlik, ugyanúgy, mint ahogy egy másik teszttípusnál, amikor a PCR teszthez vesszük le a mintát, de a mintavételi eszköz egy kicsikét más. Ez egy mintavételi eszközt jelent, amit az orron át kell bevezetni, és tulajdonképpen egészen a garatig történő lejuttatásával végig megy ez az eszköz a felső légúti orrszakaszon. A mai tájékoztatón azt is megtudhattuk, hogy a hétvégén 1022 ember ellen kellett intézkednie a rendőrségnek a maszkviselési szabályszegés miatt. Újra bevezette a kormány az idősek vásárlási sávját. Az intézkedést Orbán Viktor miniszterelnök ma jelentette be a Facebook oldalán. Az idősügyi tanács mai ülését követően adták ki a rendeletet, ami azt a cél szolgálja, hogy az idősek ismét védett idősávban vásárolhassanak. A miniszterelnök a bejelentésében nem tért ki arra, hogy pontosan melyik korosztályt érinti a rendelkezés, valamint arra sem, hogy mikortól kell gyakorlatban alkalmazni a rendeletet. Ugyanakkor a közösségi oldalán feltöltött videóban egy pillanatra látni lehet az aláírt dokumentumot, az ott olvasható szöveg szerint pedig holnaptól már él az idősáv. A pontosság kedvéért az idősek bármikor vásárolhatnak, de van egy védett idősáv 9 és 11 óra között, illetve 8 és 10 óra között, amikor csak ők tartózkodhatnak a boltokban. Világosan látszik a járvány statisztikáiból, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály továbbra is a szüleink és nagyszüleink korosztálya. Őket kell elsősorban védenünk, ez a rendelkezés őket védi. Két újabb lakónál mutatták ki a vírus jelenlétét a múlt héten a NESZI-ben. Így ez idáig összesen 20 lakónak és 4 dolgozónak lett pozitív a tesztje. Ahogy arról már múlt héten beszámoltunk, a vírus miatt az intézményen belüli átcsoportosítás egyre nehezebben megoldható. A nappali ellátásból sikerült néhány dolgozót a bentlakásos intézménybe átirányítani. Jó hír ugyanakkor, hogy eddig tudomásunk szerint a földszinten nincs fertőzés. Jelenleg az intézménynek az emeletén találkozunk a fertőzéssel, ott jelentkeznek a tünetek, kb. 40 embert érint, a földszinten a helyzet ennél jobb, a demens részeg az izolálható, ott egyelőre a tünetekkel nem találkoztak. A Nagykanizsai Egyesített Szociális Intézmény munkatársai mindent megtesznek azért, hogy biztosítva legyen az ellátás. Túlterheltek már a dolgozók, fáradtak, 12 óráznak. Van olyan dolgozó, aki az intézménybe költözött be, hogy
hogy ezzel is segítse az intézmény munkáját, és ne legyenek kontaktszemélyek. Az intézményben folyamatos a fertőtlenítés, és az otthon lakóinak állapotáról a hozzátartozókat folyamatosan tájékoztatják. Fontos, hogy ne engedjék óvodába, iskolába a szülők a gyerekeket akkor sem, ha csak enyhe tüneteket produkálnak, hangsúlyozta a híradó által megkérdezett házi gyermekorvos. A szakember arra is figyelmeztet, hogy a mostani őszi időszakban több vírus is jelen van, de a koronavírus közismert tünetei hamar gyanúra adhatnak okot az érintetteknél. A felnőtteknél jellemző alaptünetek a gyerekeknél ritkábban jelentkeznek. Fogalmazott Nagy Marietta, a nagykanizsai 8. számú háziorvosi körzet házi gyermekorvosa. A 10 éves korosztályban náluk is előfordulnak az izomfájdalmak, a szaglás ízlésérzés elmegy, de inkább gyomorgörcs, hasfájás, hányinger, torokkaparás, nátha, és nincs olyan nagyon magas láz. A szakember elsősorban a tüneti kezelésre hívta fel a figyelmet. Javasolja a bő folyadékbevitelt, a C-vitamin szedését, a rendszeres szellőztetést és a tüneteket produkáló személy elkülönítését. A házi patika megléte ebben az időszakban kiemelten fontos. Lázcsillapító, ami egyúttal ugye fájdalomcsillapító is, többféle kapható vén nélkül. Érdemes egyeztetni a gyerek testsúlyához igazítva, hogy mit és mennyi időnként mit kapjon, milyen adagban. Vitamin. Érdemes esetleg egy havi multivitamint is adni. A 8. számú háziorvosi körzet doktornője elmondta, a rendelőt felkeresők problémáinak jó része szövődménymentesen lezajlik. Nagy Marietta szerint ez nagyban köszönhető annak, hogy az óvodák, iskolák nem engedik az intézményekbe azokat a gyermekeket sem, akik enyhe tüneteket produkálnak. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A tél első áldozata... Halálra fagyott egy kanizsai hajléktalan. Megelőzés. Pár nap leforgása alatt több szénmonoxiddal kapcsolatos riasztás érkezett az olaj katasztrófa védelemhez. Augusztusban járt utoljára a hajléktalan szálon az az 53 éves férfi, akit szombaton holtan találtak a Kanizsa Centrum melletti füves területen. A férfi a most kezdődött fagyos időszak első áldozata. Az első fagyos éjszakát sem élte túl az a férfi, aki nem kért segítséget a nagykanizsai átmeneti szállótól, pedig bárkit befogadnak az intézménybe. Szőke Rózsa, a hajléktalan szálló vezetője stábunknak elmondta, minden érintettnek elmagyarázzák, hogy milyen lehetőségeket nyújtanak, hely is van még bőven az intézményben, de erőszakkal senkit nem vihetnek be. 53 éves volt, tehát 53 éves férfiról beszélünk. Ő az Interspár mögötti füves területen tartózkodott, igazából egy bokor alatt találták meg járókelők. Nálunk még augusztusban volt ebben az évben, augusztusban 3 napot vett igénybe, utána nem kérte a szolgáltatásainkat, egyáltalán nem is jött az intézménybe, hol létéről nem volt tudomásunk. Most hallottunk sajnos igazából róla a haláleset kapcsán. A nagykanizsai rendőrkapitányság a rendkívüli haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás során vizsgálja, az üggyel kapcsolatban további tájékoztatást nem áll módukban adni. A hasonló esetek elkerülése érdekében a menedékhely vezetői kérik a lakosokat, hogy amennyiben látnak hajléktalanokat az utcán aludni, mindenképp keressék fel az illetékes intézményt és jelentsék az esetet. Eszteregnyén is segítik tűzifával a rászorulókat. Idén hazánkban összesen 2329 kis településen juttatnak ingyenes tüzelőanyagot a rászorulókhoz. A kemény lombos tűzifák már megérkeztek Eszteregnyére. Hozzávetőleg 50 családnak tudnak majd kiszállítani tüzelőt, ezt a hét második felében már meg is teszik. A szociális tüzelőanyag programra önkormányzatok jelentkezhetnek, amelyek saját szempontjaik alapján osztják ki a fát. Településünk a szociális tűzifa pályázaton 47 köbméter szociális tűzifát nyert. Ehhez az önkormányzatnak 1000 forint plusz áfa per köbméter önerőt kell biztosítani. Folyamatosan jönnek az igényekbe. Én úgy gondolom, hogy 40 és 50 család között lesz, akik a szociális tűzifából részesülnek. A fűtésszezon veszélyeire figyelmeztet a katasztrófa védelem. A szakemberek rendszeresen kérik a lakosságot, ellenőrizzék és tartsák karban a fűtőberendezéseket, valamint szereljenek be egy szénmonoxid jelzőberendezést.
Zala megyében pár nap leforgása alatt több szénmonoxiddal kapcsolatos riasztás érkezett a katasztrófa védelemhez. Az érintett településeken kimutatták a hivatásos tűzoltók a szénmonoxid veszélyt, illetve a mérges gázt az adott ingatlanokban. Az esetek zömében a szénmonoxid jelző hívta fel a figyelmet a bajra, ezért is fontos, hogy otthonainkban legyen jelzőkészülék. Utóbbi időben tipikus példa, hogy elsősorban fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből közvetlenül is magában a lakótérbe juthat. Ugye ezt fontos megemlíteni, hogy a nyílt égésterő és kéményben nem kötött, valamint a nyílt égésterő és kéménybe kötött gázkészülékük működésük során mindig az adott helyiségnek a levegőjét használják. Ezért nagyon fontos az, hogy ezeknek a készülékeknek a folyamatos levegő utánpótlásáról gondoskodjunk. A katasztrófa védelem honlapján megtalálható azon készülékek listája, amelyek jó minőségű érzékelők, illetve azoké is, amelyek a korábbi próbákon, teszteken megbuktak. Ha elmegyünk a boltba azzal a célzattal, hogy szénmonoxid érzékelőt vásárolnak, legelőször is kérjünk róla egy minőségi tanúsítványt, ebben tudjuk eldönteni azt, hogy ez egy bevizsgált jó szénmonoxid érzékelő, vagy pedig csak illegálisan behozott az országba, és nem alkalmas semmire igazából. A legbiztonságosabb, ha gázkészülékeket árusító boltokban vagy elektronikai áruházakban vásároljuk meg a terméket. A szakemberek azt javasolják, hogy a fűtőeszköztől célszerű 1-1,5 méteres távolságra fejmagasságba rakni. Az Obori Élménypark sem fogadhat látogatókat a kormány bejelentése értelmében az egyre súlyosbodó járványhelyzet miatt. A zárvatartás alatt a dolgozók háttérmunkákat végeznek, üzleti terveket készítenek, és a karbantartási teendőket is ellátják. December elejéig biztosan üres marad az Zala-Szabari intézmény. Az Élménypark kommunikációs munkatársa elmondta, abban bíznak, hogy a téli szünetben sikerül újra megnyitni kapuikat, és ismét gyerekzsivajtól lesz hangos a kalandpark. November 9-ét követően a következő hétvégén már nem tudtunk sajnos nyitva tartani, és várjuk a kormányrendeletet, amikor zöld utat kapunk, azonnal nyitunk, és várjuk nagyon, és fogadjuk a gyerekeket, és nagyon bízunk benne, hogy a téli szünetben már talán ki tudunk nyitni. Ismét nagyot hajrázott az FC Nagykanizsa. Koller Zoltán csapata az NB3 nyugati csoportjának 19. fordulójában a Tatabányát látta vendégül. Az első félidő végén a vendégek szerezték meg a vezetést, de az 56. percben egalizálni tudott a kanizsai gárda. Már úgy tűnt, hogy döntetlennel ér véget a találkozó, a 92. percben azonban újabb gólt szerzett a dézalai együttes, itthon tartva ezzel mind a 3 pontot. Az előző körben a listavezető 3. kerület otthonában szerzett 2 gólt a hajrában a Nagykanizsa, az akkor 1 pontot ért. A vasárnapi találkozót sem kezdte jól a kanizsai csapat, az első 15 percben több lehetősége volt a vendégeknek. Ezt követően kissé leült a mérkőzés irama, némileg többet birtokolta a labdát a hazai gárda, mégis a vendégek örülhettek a szünetben, hiszen a 44. percben megszerezték a vezetést. Nem kellett sokat várni az egyenlítésre, hiszen az 56. percben a vendégkapus óriási hibáját kihasználva Szegleti megszerezte a labdát, majd középre gurított, és Kovács György nem hibázta el az ittszert. Az egyenlítő találat után kiegyenlített játék zajlott, a hajrá azonban ismét a kanizsáé volt. A 92. percben Szegleti tört be a 16-oson belőre, ahol buktatták, a játékvezető pedig büntetőt ítélt. A 11-est Péntek Adrián értékesítette, a végeredmény így 2-1 lett. Igazolódott az, hogy jó csapat vagyunk, mert az elmúlt 2 hónapban is stabil jó játékot játszottunk, sok gólt rúgtunk, tényleg szép győzelmeket arattunk, viszont ma egy kicsit gyengébben játszottunk magunkhoz képest, aminek nyilván megvannak az okai, és így is meg tudtuk nyerni a mérkőzést, úgyhogy ezért is gratuláltam nekik. Tulajdonképpen mindent megtettünk, de nem tudtunk olyan gyorsan, olyan minőségbe futballozni, ahogy szerettünk volna. Az ellenfelünk nagyon szervezetten védekezett, és a megszerzett labdából pedig jó mozgékony futballistáik voltak, tudtak is passzolni, tehát azért tudtak bonyodalmat okozni, életveszélyes kontrákat vezettek bizonyos szituációkban. Az én játékosaim, nem mondom azt, hogy, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy nem voltak ma se mentálisan, se fizikálisan topon, de az igazság, hogy ez a betegség és a sérülések begyűrűztek hozzánk is, tehát most már egy jó ideje, úgyhogy erre van is magyarázat. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Koronavírus járvány. Újra bevezették az idősek vásárlási sávját.
Ez idáig összesen 20 lakónak és 4 dolgozónak lett pozitív a tesztje a Nesziben. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 23-án hétfőn. Híreinket megtalálják a honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Vigyázzanak magukra, viseljék a maszkot, és ne felejtsék, hogy holnaptól újra életbe lépett az idősek vásárlási idősávja. Köszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!